A serleg, ami tényleg nekik áll a legjobban. A győri Audi Eto története során 5. alkalommal emelette magasba a Bajnokok Ligáját trófeát. A zöldférek az elsők, akiknek egymás után sikerült 3-szor is nyerniük. A sikert soha nem lehet megszokni, ez nem természetes dolog, hogy BL-t nyer az ember, illetve az, hogy magyar kupát, bajnoki cím. Nagyon jó játékosok vannak nálam, de mi is emberből vagyunk, tehát nekünk is lehet rossz napunk. De én a csapatot emelném ki, hogy mindig van olyan ember, aki nehezebb pillanatokban hozzá tud tenni a csapat játékához. És nagyon boldog vagyok. A közönség az szuper volt, mindenki felejtetetlen élmény marad ez is nekem. A csapatból ketten, Eduarda Amorim és Görbics Anita mind az 5 győzelemnek részesei voltak. A Rostov ellen is ők szerezték a legtöbb gólt a mérkőzésen. Mikor kezdem itt Európa játszani, még nem tudtam, hogy 5. lesz, de már vagyok, mint a 10 legeredményes ember, ez nagyon jó. Ez mint csapat is, ez nagyon jó érzés. Mi segítünk egymás olyan sokat, hogy mindenki érdemel, ez az első, az 5., van aki az 3., ez jó, ez nagyon jó érzés. Nagyon nehéz volt, tényleg nagyon elfáradtam én is, szerintem a csapat is. Nagyon nehéz volt így játszani, mindig emberhátrányban voltunk. Kicsit még mérgelődök, szerintem egy körülbelül 2 percig, ugye a második fél időben lehetett volna, meg volt rá a sanszom, hogy még jobb teljesítmény nyújtsak. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy tényleg megint megnyertük a Bajnokok Ligáját, és ez hihetetlen, főleg az, hogy én már 5. Bár a győzelem egyetlen percig nem forgott veszélyben, az utolsó másodpercekben az oroszok még támadhattak az egyenlítésért. Hát az a végén nem volt, nagyon izgalmas volt. Majdnem infarktust kaptam. Fantasztikusan, igazából hihetetlen, ezt az ember csak sokára tudja felfogni. Egészen varázslatos hangulat volt itt az arénában, a szurkolók iszonyatosan jó hangulatot varázsoltak. Öröm ilyenkor játszani, ez az atmoszféra fantasztikus, és hát megmutattuk, hogy mi vagyunk a legjobbak, és meg lett ez a trófea. Danyi Gábor a korábbi sikereknél másodedzőként írta eddig a klub történelmét, most azonban vezetőedzőként is a csúcsra ért. Ambros Martinnal eddig együtt dolgoztak a győzelemért, most viszont éppen egymás ellen küldték a végső csatába a csapatukat. Ezúttal nem okoztak egymásnak meglepetést. Terveztem olyat, de nem tudtuk megcsinálni. Tehát nem jutottunk oda, hogy megcsináljuk, de én nem láttam a Rostovtól se olyat, amire teljesen új, így ő sem láthatott tőlünk. Mert konkrétan elég volt, egy 3-4 gólos előnyen mentünk bele a végjátékba a második fél idő felébe, és ott nem éreztem, hogy kell csinálnunk valami teljesen új dolgot. Az Audi Eto idén minden trófeát begyűjtött, ráadásul a szezont is veretlenül zárhatja.